Határhírek hírösszefoglalója a hét kiemelt témáival. Megjelent dr. Borbé Judit az intraorális szkennerek összehasonlító értékelése című előadása. Az előadó a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának docense, a klinikai digitális munkacsoport vezetője. Akadémikus és klinikus is egy személyben, így tudományos tevékenysége kiterjed a digitális fogászat tanulmányozására is. Előadása során a munkacsoportjuk által vizsgált intraorális szkennerek átfogó összehasonlítását mutatja be, melynek során számos jelentős klinikusi szempont alapján történt meg az értékelés. Aki érdeklődő az intraorális szkennerek és a tudományos vizsgálatok irányában, annak erősen ajánlott a videó megtekintése. Az előadást a 2020-as Dental World online kiadásában nézhetik meg. A legutolsó Dental World a koronavírus járvány miatt online került lebonyolításra sikerrel. A szakmai videótéka felülete átlátható, letisztult, könnyedén lehet navigálni a témák között, és hála a digitális technológiának magas minőségben nézhetjük az érdekes és értékes prezentációkat, akár otthonunk vagy rendelőnk biztonságában. Szakmai forradalom. A fogorvos tudományok művelői közül sokan tekintik dr. Divinyi Tamás professzort a hazai implantológia egyik megalapítójának. Egészen a kezdetektől napjainkig, történését is beleszámítva, tanulja és aktív formálója mindennak, ami ezen a szakterületen lezajlott, és zajlik még ma is. Nem meglepő tehát, hogy rövidesen napvilágot lát egy szinte könyvméretű kiadvány, melyben összefoglalja sok-sok évtizedes tapasztalatait. Divinyi professzor szerint valóban nevezhetjük talán fogászat történeti könyvnek is a Fogászati Implantológia Története Magyarországon című kötetét, amely könyv megjelenésének sajátos indoka is van. A 2014-ben a Semmelweis Egyetemen megalakult Fogászati Történeti Társaság vezetője, dr. Forrai Judit professzor asszony kérte fel Divinyi professzort egy előadás megtartására az implantológia történetéről. A felismerés, hogy az utóbbi három évtizedben az egész fogorvos tudomány területén szinte forradalom, ahogyan az implantológia a semmiből betört a fogászatba. Divinyi professzor ennek a folyamatnak az egyik legelső, legbelső szemlélője volt. A kezdetekkor, mint egyetemi dolgozónak hatalmas lehetőségei voltak, az egész fejlődés aktív résztvevője lehetett. Ebből született meg az ötlet, és erősödött meg az elhatározás, hogy ezt a történetet megírja. Forrai professzor asszony javaslatára pedig az előadása anyagát publikálták a most megjelent könyvben. Vádat emeltek egy fogorvos ellen, mert nyomást gyakorolt alkalmazottaira a COVID-19 oltás beadása kapcsán. Az egészségügyi szolgáltatók világszerte megkezdték a várva várt COVID-19 vakcina beadását. Számos országban a fogászati dolgozók a kiemelt csoportba tartoznak, amelyek az első között jogosult a vakcina fogadására. A közelmúltban egy bajor fogorvos oltási időpontokat szervezett az egész praxis személyzete számára, ugyanakkor negatív következményekkel fenyegette mindazokat, akik elutasítják az oltást. Mivel Németországban még nem állapították meg az ilyen követelmény jogi alapját, a fogorvost feljelentették a hatóságoknál. Világszerte számos fogorvosi szövetség küzd azért, hogy a fogorvosi csapatok bekerüljenek az első oltási szakaszba, annak érdekében, hogy védve legyenek a fogászati kezelések során. A Dona Kurier, egy bajor helyi napilap beszámolt ennek a fogorvosnak az esetéről, aki azt tervezte, hogy minden alkalmazottját beoltatja saját és betegei védelme érdekében. Bejelentette azonban, hogy aki elutasítja az oltást, fizetés nélkül fel lesz függesztve a munkától. Egy nyilatkozat után erősen bírálták, és most jogi következmények elé is nézhet. 4. A kereskedelemben kapható implantációs rendszer in vitro vizsgálatáról szóló cikk jelent meg. A behelyezés hatása az implantátumok felszínére címmel. A fogászati implantátumok osszao integrációja két fázisban zajlik, az elsődleges osszao integráció a fizikai kapcsolatot jelenti az implantátum és a csont között, míg a másodlagos osszao integráció megerősíti ezt a kapcsolatot a csont gyógyulásával. Az implantátum felület módosításai nagyobb fokú érdességet eredményeznek, ami növeli az osszao integráció mértékét. Számos felületmódosító eljárás leírtak már, beleértve a homokfúvást, a savmaratást és az anodizációt. Mikroszkopikus szinten a homokfúvott felszín 4 és 6 nanométer közötti csúcsokat és völgyeket mutat. A savmaratás egységes 3 és 6 nanométer közötti érdes felszínt eredményez. Az anódizált implantátumok felszíni egyenetlenségei nagy változatosságot mutatnak 0,8 és 7 nanométer közötti nagyságrendben. Azonban, mivel a behelyezéshez nyomatékra van szükség, felmerül a kérdés, hogy ezek a felszíni változások mennyire maradnak meg a behelyezést követően. Erről szól ez a cikk is.
Praxis percek következnek. Miért félünk kilépni a komfortzónából? A fejlődés annak következménye, hogy megszokott dolgokon változtatunk. Kényelmetlen helyzetbe hozzuk magunkat, ismeretlen vizekre evezünk, feszegetjük határainkat és valami olyasmit csinálunk, amit addig még nem. Ezzel többek leszünk, mint voltunk, és jobban csináljuk az adott dolgot ma, mint ahogyan tegnap csináltuk. Eddig is így csináltuk, és mégis működtünk. Miért nem jó ez így? Ezt a mondatot azonban sokan gyakran halljuk a rendelőben, amikor valamilyen változást szeretnénk keresztülvinni. Gyakorlatilag mindegy, hogy apróságokról vagy egy teljes viselkedésforma megváltoztatásáról beszélünk, az ellenállás szinte minden esetben borítékolható, amikor a komfortzónájuk elhagyására kérjük a kollégákat. Érthető és természetes emberi reakció a bevált rutinjaink, komfortzónánk, akár önkéntelen védelme. Néha a legapróbb változtatási kísérletek is komoly ellenállásba ütközhetnek, ennek kezeléséről szól a cikk a dentál.hu oldalon. A Dentál hírek kiemelt tartalmait a dentál.hu weboldalon olvashatja el. www.dentál.hu